Jó estét kívánok! Önök az Ajka TV műsorát, az Ajkai tükröt látják november 16-án pénteken. A Védőháló a családokért program keretében a VMK József Attila utcai épületében második alkalommal csuhészhattak az érdeklődők Szalai Károlyné irányításával november 14-én szerdán. November 15-én mutatták be a zeneiskola növendékei azokat az új hangszereket, melyeket az elmúlt héten a Kodály program keretében kaptak. A szociális munka napját ünnepelték november 12-én a Művelődési Központban. A pályájukon több évtizede tevékenykedő szociális szakemberek elismerést vehettek át a város polgármesterétől. Majd ezt követően ünnepi műsor keretében köszöntötték a szociális szféra dolgozóit. Az Ajkai Önkormányzat beruházásának keretében átadták a felújított Bakony utcát, melyről bővebb beszámolót hétfői adásunkban láthatnak. Kérem, ne menjenek sehová, azonnal jövünk a részletekkel. A Védőháló a családokért program keretében a VMK József Attila utcai épületében második alkalommal csuhészhattak az érdeklődők Szalai Károlyné irányításával november 14-én szerdán. Ez a foglalkozás már az ünnepi készülődés jegyében zajlott, a beáztatott csuhéból angyalkát készítettek az ügyes kezek, amihez nem csak precizitás, pontosság, de jó nagy adag türelem is kellett. Az első foglalkozáson tanultak, mellett újabb technikákat is megismerhettek a résztvevők. Ma a karácsonyra készülődünk, és csuhé angyalkákat szeretnénk elkészíteni. Hát remélem, hogy össze is jön. Mindenki most ismerkedik először a csuhéval. Ez egy nagyon hálás anyag, mert ha benedvesítjük, könnyen lehet akkor formálni, olyan, mint egy ruha. És ha megszárad, akkor meg egy rideg, kemény anyag lesz, ami aztán lehet akár szobrot is készíteni belőle, és nagyon szeretem ezt az anyagot. A csuhé nagyon jól formálható anyag, szinte mindent el lehet készíteni belőle, csak a fantázia szab határt a figurák megformálásakor. Sok minden van, életképek, akár gyerekeknek madárkák, vagy éppen lepke, vagy hát több mindent elkészíthetünk, akár lovacskát is több mindent készítek, mert hát ez a saját kis elgondolásunkból, hát az alkotás örömmel tulajdonképpen sok mindent ki lehet hozni egy anyagból. A csuhé megformálása időigényes tevékenység, és minden évben változik a minőség is a terméstől függően, ez nagyban befolyásolja az elkészíthető darabokat. Hát egy személyes az több mint egy óra, a két személyes az közel két óra, hát ez csak inkább télen, amikor már ráér az ember, akkor lehet ilyet azért készíteni, vagy akkor is érek rá, inkább azt mondom. Szalai Károlyné a csuhézás mesterségbeli fortéjait Malomvári Miklósné padragi tanítónénitől tanulta, és űzi 2003 óta, ezeket a műhelytitkokat igyekszik átadni a résztvevőknek ezeken a foglalkozásokon. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy itt minden természetes anyagból készül. A fej az magból, úgy gyűjtöm ősszel. A kukorica az ugye környezetbarát, lebomlik, és én azt gondolom, hogy minden gyereknek érdemes lenne megismerni, pont azért, mert anyáink valamikor nagyon sokat kézimunkáztak, kézműveskedtek a csuhéból. A következő foglalkozás december 12-én 17 órakor lesz a VMK József Attila utcai épületében, ahová mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Lehetsz kezdő, vagy lehetsz rutinus. Élhetsz a nyugalom szigetén, vagy szüntelen pezsgésben.
Egy kis lendület a hétköznapokra mindenkinek jár. 1000 megabit per szekundumos internet tévével és telefonnal Digi mindenkinek csomagban, akár havi 2900 forintért az első 3 hónapban. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért hívd a 1272-t vagy kattints. Digi. November 15-én mutatták be a zeneiskola növendékei azokat az új hangszereket, melyeket az elmúlt héten a Kodály program keretében kaptak. Az állami támogatású, a központi költségvetésből finanszírozott Kodály programmal az iskolák lehetőséget kapnak a hangszerek beszerzésére, ezzel is támogatva a zenei képzést a köznevelési intézményekben. A hangszer átadó ünnepi koncert előtt a zeneiskola igazgatójával, Szűcs Krisztiánnal beszélgettünk a fejlesztés jelentőségéről, és megragadtuk az alkalmat, hogy az Ajka Városi Bányász Fúvós zenekart ért megtiszteltetésről is kifaggassuk. Az elmúlt hetek folyamán több hangszert is kapott az Ajkai Zeneiskola. Ez gyakorlatilag a kormányzat költségvetéséből finanszírozott Kodály program keretén belül, és az ország összes zeneiskolája részesült ebben a megtiszteltetésben. A mi intézmény egységünk, a mi tagintézményünk közel 2 és 3,5 millió forint értékbe tudott hangszereket vásárolni, új hangszereket vásárolni a zeneiskola tanítványainak. A zeneiskola hangszerállomány eléggé el van használódva, és úgy döntöttünk a vezetőséggel együtt, hogy mindegyik hangszercsoportból fogunk új hangszert választani, illetve vásárolni, tehát a részfós hangszerek, fafós hangszerek, vonós hangszerek kerültek megvásárlásra, illetve a tavalyi év folyamán szintén a Kodály program keretén belül már egy pianino is megvásárlásra került. A zeneiskolában az idei tanévben több mint 200 beiratkozott hallgató tanul valamilyen hangszeren, vagy képezi tovább magát választott zenei pályáján. A zeneiskola az idei tanévben, a 2018-2019-es tanévben sok éves átlagot megdöntött a gyermeklétszámmal kapcsolatosan. Jelenleg 236 növendék jár ide a zeneiskolába, emellett e között a 236 diák között 10 szülő, illetve gyerek vállalta a két tanszak felvételét, az azt jelenti, hogy 246 gyereknyi órát látunk el a zeneiskola épületeim belül. Ez nagyjából az intézményünknek a 80-85%-os kihasználtságát jelenti. A hangszerek beszerzését követően a zeneiskolában a növendékek közreműködésével bemutatásra kerültek az új hangszerek. Ezt követően Egyházi Andra tankerületi igazgató beszélt a zenetanulás jelentőségéről, melyet a hangszer vásárlási támogatással is szeretnének fellendíteni. A zeneiskola tanulói örömmel vették birtokba az új hangszereket, Riba Ádám megkapta a hőnáhított szaxofont, Herben Bence pedig otthon is gyakorolhat az új trombitán. Mindig is szaxofonizni szerettem volna egész életembe, de erre még nem volt lehetőség a hangszerhiány miatt, szóval most nagy örömmel jöttem szeptemberben iskolába, amikor megkaptam a hírt, hogy küldtek új hangszereket. Nagyon örülök neki, mert sokkal egyszerűbb fújni a levegőt bele, hiszen tágabbak a csövei. Egyházi Andra a tankerületi igazgatót a programról és a hangszervásárlási támogatásról kérdeztük még a koncert előtt. A kormány 2017-ben elindította a Kodály programot. Kodály Zoltán születésének a 135. és halálának az 50. évfordulója alkalmából központi költségvetésből elkülönített külön erre forrást, hogy a zeneiskolák számára, illetve a zenei nevelésnek az eszközállományának a pótlására és bővítésére úgynevezett hangszerbővítési és hangszerfelújítási programot indított el. 2017-ben pianinók vásárlására volt lehetőség tankerületenként egy-egy pianino beszerzésére. Akkor sajnos ugye a Ródi nem tudott ebben részesülni a tanuló létszáma miatt, de viszont a 2018-as programból jelentős mennyiségű új hangszerek beszerzésére került sor. Több mint 4 millió forint értékben új hangszerek érkeztek az intézménybe, valamint 588 ezer forint értékben újítottuk fel a hangszerparkban lévő leamortizálódott és elavult eszközöket. A tankerület igazgatója a jelenlegi beszerzéssel biztosítottnak látja a zeneiskola szakmai működését, az épület infrastruktúrájának fejlesztését pedig továbbra is kiemelt feladatként kezelik.
A zeneiskola infrastruktúráját érintően van bőven tennivalónk, de úgy gondolom, hogy a szakmai munka, illetve a mögötte lévő személyi és a zeneiskolás növendékek szakmai munkája alapján elhivatottak vagyunk arra, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket teremtsük számukra. Igazából most már mindegy. Mi mindegy? Például az, hogy mobilon tévézel. Vagy tévén mobilozol. De az is mindegy, hogy otthon vagy mobilon hasít-e a net. Miközben szórakozol. Vagy új dolgokat ismersz meg. Minden nap egy újabb kihívást teljesítesz. Vagy még ennél is többet hozol ki a mostból. Teljesen mindegy, mert ez már mind egy. De az nagyon nem mindegy, hogy nálad is egyben van-e minden a Magenta egyben. Magenta egyesítsd a szolgáltatásaid extra előnyökért. Telekom. Együtt veled. A szociális munkanapját ünnepelték november 12-én a Művelődési Központban. A pályájukon több évtizede tevékenykedő szociális szakemberek elismerést vehettek át a város polgármesterétől, majd ezt követően ünnepi műsor keretében köszöntötték a szociális szféra dolgozóit. Minden év november 12-én ünnepeljük a szociális munkanapját. Ezen a napon mondunk köszönetet azoknak, akik felelősségteljesen áldozatkészen végzik munkájukat. Kedden zsúfolásig megtelt a Művelődési Központ kiállítóterme, ahol a szociális ágazat dolgozóinak ünneplésére került sor. Schwarz Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy ezen a napon évről évre összegyűlnek, hogy megbecsülésüket fejezzék ki azoknak, akik nap mint nap meggyőződéssel és elhivatottsággal azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak, legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, hajléktalan, az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető legnagyobb segítséget. A mai napon egy pillanatra megállunk, megpihenhetnek önök is. Ezt az ünnepi pillanatot használhatjuk fel arra, hogy rávilágítva nélkül összetettel munkájukra, felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a segítés, egymásra figyelés nem csak a szakemberek dolga, ez mindnyájunk feladata kell, hogy legyen. Önkormányzatunk ezért is vonta be a városrészek számára az Ajka 60 programsorozat feladatai közé az önkéntes segítést, a szociális háló kiépítését, amely a közösségépítés alapja is. Ha önökre nézek, a kinyújtott kéz segítségét látom, ami szeretettel tölt el, amire önöknek is szüksége lehet. Éljenek ezzel a lehetőséggel, és fordítsák ezt az erőt embertársaik javára. Hagyományosan ezen a napon vehetik át elismeréseiket az ágazat dolgozói. Az idén is többen ünnepelhették több évtizedes szolgálatukat a szociális szférában. Az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai közül Farkas Zsoltné és Kochné Fercsák Judit gondozónők 25 éves jogviszonyát, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ munkatársai közül Mihály Melinda intézményvezető, Hancsarov Erika és Kocsi Józsefné gondozónők 30 éves jogviszonyát, Horváth Zoltánné gazdasági vezető és Kocsisné Nagy Ildikó gondozónő 25 éves jogviszonyát, Holzer Lilla és Farkas Miklósné gondozónők nyugdíjba vonulását ünnepelték. A szociális munkáért díszoklevelet Gyarmati Lászlóné kisgyermeknevelőnek adományozta Ajka város önkormányzata a hosszú időn át tartó kiemelkedő szakmai munkájáért. Az elismerések átadását követően az ajkai szociális intézmények tevékenységéről a szakemberek áldozatos munkájáról készült kisfilmet tekinthették meg. Az ünnepséget az Urkuti Orfeum Operett és Musical Társulat jó hangulatú műsorával zárták.
A szociális szakemberek az év mindennapján segítik, gondozzák segítségre szoruló embertársainkat. Ezt a munkát elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végzik. Fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkások, akik nélkül nem létezik szolidáris helyi társadalom. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg nagy elszántsággal, elhivatottsággal dolgozik, sokszor erején felül is próbál teljesíteni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a napi saját gondjaik és problémáikat nem viszik be a gondozottaik körébe. Próbálnak mindig kedvesek, udvariasak és főként segítőkészek lenni, és ezzel szebbé tenni a gondozottak mindennapjait. Ajka szerintem kimagasló helyen áll a szociális ellátásokban, mert ugye a szociális és a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy milyen kötelező ellátásokat kell az önkormányzatnak biztosítani. Ezeket az ellátásokat úgy tapasztalom, hogy már nem minden önkormányzat tudja saját erőből sem megoldani. Mi a kötelező ellátásokon felül önként vállalt feladatokat is ellátunk. A szociális szférában dolgozókra az élet kezdetétől annak végéig számíthatunk. Amikor szeretteinket a nap egy részében szakemberekre bízzuk, tudnunk kell, hogy biztonságban vannak. Nagyon nagy szerencsénk van, mert a gondozónőink nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon szeretik a kisfiamat, és a kisfiam is nagyon szereti őket, úgyhogy én nyugodt szívvel tudom őt itt hagyni. Mindenki nagyon kedves, tényleg az intézmény vezetőtől elkezdve a takarítónőig, a kisfiam személy szerint a takarítónőt is említi, tehát mindenkit nagyon szerető is. És ez azt gondolom, hogy a dolgozóknak a hozzáállásától ilyen. Az Ajkai Városi Bölcsőde 1978-ban nyitotta meg kapuit a város lakói előtt, és immár 40 éve töretlenül haladunk előre és működünk. Jelenleg az intézmény 98 férőhelyen működik, 8 csoportszobában folyik a gyermekek ellátása, 18 fős szakmai létszám biztosítja a mindennapokban a gyerekeknek a szakszerű nevelését, gondozását, ezzel is segítő kezet nyújtva a város családjainak. Legfontosabb feladatunknak gondolom és érzem, illetve szeretném kiemelni a családokkal való együttműködést, hiszen így közös a célunk, és így tudjuk megteremteni a gyermekek testi, lelki, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. A bölcsődébe kerülés a kisgyermek és a szülő számára nagyon fontos esemény. A beszoktatással a gyermekek megteszik az első fontos lépést az elválás, az önállósodás útján. Fontos, hogy ezt a szakaszt könnyedén és boldogan éljék meg a kicsik és szülők egyaránt. Nagyon érzékeny korosztállyal dolgozunk, úgyhogy nagyon fontos a csoportokban a kolléganők között az összhang, hogy mindig mindent meg tudjanak beszélni, és zökkenőmentesen össze tudjanak dolgozni, és sokszor tapasztaljuk is, hogy félszavakból és egy tekintetből is értik egymás gondolatát és jelzéseit. Úgyhogy ez nagyon fontos a munkánk során. Ugye itt nagyon fontos, ahogy mondtam, a szülőkkel való együttműködés, a családokkal való közös munka, és ugye ennek az alapja a bizalom. Hiszen ugye a legérzékenyebb korosztály, amivel foglalkozunk, és ugye a bizalomnak az elnyerése, ugye az nem egyik napról a másikra történik, hanem ez egy szépen, de lassan alakuló folyamat, ami majd a későbbiekben fog jobban körvonalazódni, úgyhogy ezt tartom a legnagyobb kihívásnak, hogy mi is megtaláljuk és ráérezzünk mindenkinek az egyéni igényeire, szükségleteire, és így egy személyes gondoskodást tudjunk nyújtani a gyerekeknek, és szükség szerint a szülőknek is egyaránt, hogyha bármiféle kérdésük, problémájuk, neveléssel kapcsolatos, ez általában segíteni tudjunk nekik, de ehhez a legfontosabb a bizalomnak az elnyerése és a megtartása. 5 bölcsődéből 4-ben dolgoztam, mert sorról megszűntek, így mindig másik bölcsődébe kerültem, úgyhogy tudok összehasonlítani. Az biztos, hogy sokkal gyerekcentrikusabb lett az évek során. Most már az a legfontosabb, hogy a család, a gyerek, a bölcsőde együttműködjön, és hogy a kisgyerek minél könnyebben megszokhasson a bölcsődébe, és minél jobban érezze magát itt köztünk. Az az igazság, hogy a mi szakmánk az egy nagyon gyönyörű szakma, meg szép hivatás, és nagyon nehéz is,
de az összes nehézséget elfelejteti azt, hogy annyi örömet okoznak a gyerekek, és már csak oda bújnak, vagy rámosolnak az embere, vagy volt olyan kisgyerek, aki otthon nem azt mondta, hogy icam én, hanem icám. Szóval, hogy ennél nagyobb, meg itt szebb visszajelzés, hogy igenis érdemes, és nagyon jól csinálni. Egy haláleset, párkapcsolati probléma, vagy akár egy gyermek születése is okozhat krízist. A szociális munkásoknak nap mint nap reményt kell adni. Hát igazándiból nagyon sokat segített már nekünk, már hát a fiamnak is elég sok mindent, ruháktól elkezdve mindent. Hát azért segít, hogyha olyan van, meg szól, hogyha olyan van. Hát meg ugye volt még ez az élelmiszer, mikor még terhes voltam a kisfiammal. Az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ szakmai egységei, alapfeladatai rendkívül sokrétűek. Járásközpontként munkájuk egyre bővül. Egy nagyon jó csapattal dolgozom együtt, igazán büszke vagyok rájuk, mert nélkülük ez nem menne. Nehéz a mi munkánk, ez való igaz, ezt csak szeretettel lehet csinálni, és a munka iránti tisztelettel. Az elhivatottság az nélkülözhetetlen, mert aki nem olyan típusú, hogy ezt szívesen csinálja, az előbb-utóbb elmegy. Ami egyrészt rossz, másrészt meg nem is baj, hogyha maradnak azok, akik igazán idevalók. Hát megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a munkatársak lelki békéje is meglegyen. Szupervíziót biztosítunk nekik havi egyszer, illetve egy nagyon jó csapat vagyunk. Tehát bármit meg tudunk beszélni egymással, közvetlen a kapcsolatunk. Itt nem utasítások vannak, hanem kérések. Tehát ezeket, hogy kérem, megköszönöm, ezeket maximálisan alkalmazzuk napi szinten. Ha más már nem tudunk adni, akkor legalább köszönjük meg a másik munkáját, és biztassuk. Nagyon sok mindenre vagyok büszke. Leginkább arra, hogy a hagyományos szociális munkán kívül, ami a szociális segítő munka, rengeteg színes program az, amit mi kínálunk a hozzánk fordulóknak. Sok-sok prevenciós rendezvény, játszóház, nyári tábor. Nincs olyan pályázat, amit az intézménynek írnak ki, amiben ne vennénk részt, és hála Istennek sikereket érünk el, tehát megnyerjük ezeket, és ebből rengeteg mindent tudunk biztosítani ezeknek a programoknak az anyagi hátterét, a gyerekeknek a játszóházakat, a nyári táborokat, a gyerekfelügyeletet. Most az előző nyáron például 4 héten át folyamatos programjaink voltak, amire nagyon büszke vagyok. Működtetjük a kábítószerügyi egyeztető fórumot, ami 2005 óta van Ajkán, tehát ez is egy hatalmas dolog, azt hiszem. Országos szinten is kiemelkedő a munkánk ebben a tekintetben. Tehát a sok-sok program. Az, hogy befüttetjük a kemencét, és megmutatjuk, hogy hogyan kell kenyeret sütni, hogy lehet spórolni, hogy mindenféle technikát próbálunk a szülőknek átadni, amivel jobbá tehetjük az életüket, és persze a gyerekekét. Ugye a mi munkánk nem csak a gyerekekről, családokról szól, hanem mindenkiről tulajdonképpen. Ugye a házi segítségnyújtást is biztosítunk, tehát idősekkel, betegekkel is foglalkozunk. Jaj, hát eltörtem a karomat. Eltörtem a karomat, és akkor nagyon-nagyon nehéz volt nekem, mert a jobb karom kezes vagyok, és akkor úgy ment a mennyem, és elintézte ezt a szolgáltatást, megkérte, hogy segítsenek rajta, mert ők nem tudtak munkába kell menni ez a helyzet. Akkor nagy segítség volt, mert semmit sem tudtam csinálni a jobb kezem nélkül, aztán a fürösztés, hát nem is tudom, takarítás, mosogatás, amit kellett a házban elvégezni. Ennyi segítséget kaptam. És aztán azután további szükségem volt rá, mert a bevásárlás, meg az elintézése, mondjuk a számlakifizetés, ezeket nem tudom elintézni, mert már hiába az ember már gyenge, nem tud se cipekedni se. És ezek a segítségek. Aztán nagyon jó intézmény, mert vannak rosszabb helyzetben lévő öregek, kis idősek, akiknek már szükség van a tisztálkodás segítségére, vagy meg kell etetni, vagy haza kell hordani az ételt, vagy ilyen dolgok. Az nagyon, szóval nagyon jónak találom ezt az intézményt. Bár
bárki megkereshet minket, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok, szenvedélybetegek, bárki, de a gyerekvédelem az, ami fele leginkább tendál most már a munkánk. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ki melyik társadalmi rétegbe tartozik, problémák minden családban lehetnek. Tehát nem csak a szegény családok jönnek hozzánk, mert általánosan azért ez az elterjedt, hogy ide anyagi problémákkal jönnek. Tehát most már mindenki megtalálható a mi körünkbe. A jól szituált családok is sajnos egyre magasabb számban megjelennek. Azért, mert mondjuk a gyerekek nem járnak iskolába, vagy olyan deviáns magatartásuk van, ami miatt a látókörünkbe kerülnek. Sajnos gyakoriak a kapcsolattartási problémák a külön élő szülők esetében, és ez megnehezíti a mi munkánkat, és az állandó újulást igényel a részünkről is, és állandó továbbképzést és fejlődést, hogy ezeket a problémákat kezelni tudjuk. Már több mint 5 éve dolgozok itt az alapítványnál, és sikerült lekövődni minden, nagy nehezen. Én úgy kértem erre, hogy volt egy olyan program, hogy esélyt a munkára, és akkor én azáltal kértem erre. Mert leesett, volt egy vasítani, és én úgy tudtam ide felvételizni. Meglepetésképpen nem a szállítottam, de én rosszul a szállítottam, de itt nagyon jó itt. Én megtaláltam a kis lelki világon, a lelki békén megtaláltam itt. Nagyon jó társaság, hogy így engem elfogadtak. És nekem ez sokat számít, semmi más. Molnár Gábor Mély Alapítvány 1995 óta működik. Kezdetben szociális alapellátás, nappali fogyatékosok nappali ellátását végezte, majd 2008-tól a szociális foglalkoztatást, 2014-től a rehabilitációs foglalkoztatást, és a szociális foglalkoztatás átváltozott fejlesztő foglalkoztatással 2017 április 1-től. Tehát elmondhatom, hogy a szociális alapellátás mellett mi a foglalkoztatással is foglalkozunk. Többféle munkamódban, többféle verzióban foglalkoztatjuk a fogyatékossággal élőket és a megváltozott munkaképességűeket, nem véletlenül választom ezt így ketté. Mindösszesen 73 fő dolgozik nálunk, mind a fejlesztő foglalkoztatásban, mind a rehabilitációs foglalkoztatásban és a munkaerőkölcsönző által is tudunk a telephelyeinkön és a székhelyünkön foglalkoztatni. A fogyatékkal élők önálló életvitelének kialakításához is elhivatott, sokoldalú, kreatív és kitartó szakemberekre van szükség. Remek kollégáim vannak. Azt tudom elmondani, hogy 13-an vagyunk, vagy 14-en, és a kompetencia területek minden szegmensében a legtöbbet dolgozzák. Tehát ők kis buszt vezetnek, drámákat írnak, táncolnak, varnak, takarítanak, mindent megcsinálnak, ami az egységes működésünkhöz szükséges, és azt tudom mondani, hogy a rendezvényszervezésben is olyan jó összetartás van, olyan kiegészítő egymásnak, hogy a legjobbakat róluk elmondani. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a fogyatékossággal élők egyre jobban megtanulnak önállóan élni. Tehát most már többen élnek egyedül, vagy van 3 házas párunk, akik már a mi működésünk alatt kötöttek házasságot, ők önállóan élnek. A pénzkezelésben és az önellátásban egy olyan szintet értek el, mind a nappali szolgáltatás fejlesztő foglalkozásain keresztül, mind pedig a munkavégzésen, a foglalkoztatáson keresztül egy olyan önállósodási szintet értek el, ami kis támogatással hosszú időn át fenntartható. Talán erre vagyok a legbüszkébb. A szociális ágazatban dolgozók sokszor erőn felül teljesítenek. A napi működés nehézségeivel folyamatosan szembe kell nézniük. Igazából nem is tudom, hogy hol kezdjem. Sok mindent, de leginkább a pénztelenség. Az lenne a legjobb, hogyha tényleg a szociális szférában olyan fizetések tudnának kifizetődni a munkavállalóinknak, amiből meg tudnak élni, biztonsággal meg tudnak élni. Tehát mind a fogyatékossággal élők, mind a megváltozott munkaképességűek hóvégére azért eljutnak arra a szintre, hogy kölcsön kell kérni. De az én kollégáim sem tudják megengedni maguknak azt a rekreációs lehetőséget, amivel a kiégés ellen még jobban tudnák magukat felvértezni. Próbálunk napi szinten is a lehető legtöbb helyen meg
megfelelni a hatóságoknak. Ez rendkívül sok felkészülést igényel. A dokumentációs teher olyan mértékű, hogy tehát évente 12-14 ellenőrzésünk van, aminek megfelelni szinte alig lehet. Tehát nagyon-nagyon koncentráltan kell dolgozni. Tehát én az lenne talán a legjobb, hogyha több pihenés, vagy több könnyedség tudna ebben a szakmában lenni, mert ugye a sorsok nagyon nehezek, és egyre nehezebbek a sorsok. Két évvel kerültem ide az alapítványhoz. Elég jól beilletkeztem, úgy érzem, és nagyon jók a kollégák, nagyon jók a segítők, úgyhogy én meg vagyok elégedve. Közel is vagy a lakáshoz, úgyhogy könnyű ide jönnöm. Hát mivel, hogy csak rollátorral tudok hinni ide, és kénytelen voltam itt. Igen, megtaláltam a számításomat. Minden ember legnagyobb vágya, hogy méltósággal tudjon megöregedni. Az idősek gondozásában fáradhatatlanul dolgozó szakemberek szebbé teszik a szépkorúak mindennapjait. Hát ma egyedül nem tudtam boldogulni. Ugye gyerekek se tudnak, ugye születtek a kis dédunokak is, ugye ők is el vannak foglalva. Meg hát dolgozni is visszamentek, a fiam is dolgozik még. Kettő idősek otthona működik a városban, illetve egy átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 20 fővel az időskorúak gondozóháza, illetve 242 fővel az Új Élet utcai idősek otthona és a Frankelleo utcai. Padrakuti városrészben az idősek klubja, ugye a kertvárosi városrészben jobban elfoglalják magukat az idősek, azért népes létszámunk van, 35 fő jelenleg a klubtagunk, napközbeni tartózkodás vehető igénybe étkezéssel együtt, nem csak bejárnak oda az idős emberek, hanem foglalkoztatás is van, demens ellátottunk is van, akiknek speciális foglalkoztatást tudunk biztosítani, illetve a felügyelet, az étkezés, szükség esetén életviteli tanácsok, mosási lehetőség is. Közben-közben, ha fáj is a lábom, azért körbe sétálom itt, ha olyan idő van. Aztán hát úgy különben, aztán meg a Gabika ugye csinál ilyen tornát, meg akkor ilyen kis izéket csináltunk tegnap is, ilyen kis pamutból ilyen sapkákat. Aztán, amik ugye el lesznek ajándékozva, meg eladva, meg minden ilyen izére fölmegyünk oda, aztán ahol átelik oda egy pár rosszul összejön, aztán ott átelik egy fél nap. Az időskorúak gondozása mellett számos feladatot lát el a Szociális Szolgáltató és Gondozó Központ. Igen, mi egy szép, nagy integrált intézmény vagyunk. A városban élő rászorulóknak biztosítunk minden területen az alapszolgáltatástól a szakosítottig. Értem ez alatt a szociális étkeztetést, diétás étkeztetést, amire napjainkban nagyon nagy szükség van, több ételallergiás ellátottunk van, illetve a diétás gyermekétkeztetés a város oktatási intézményeiben. Jelenleg 14 féle diétát készítünk a gyermekek részére, 10-et a felnőttekére, minimális térítési díj ellenében. Aztán ugye eléggé átjárható a mi rendszerünk, most már jól ismernek bennünket a városba, nagyon jó a média nyilvánossága, és akinek szüksége van segítségre, az mind megtalál bennünket, akár átmeneti, akár tartós segítségre van szüksége. És aki nem tudja, hogy létezünk, azért szájhagyomány útján eljut hozzá, de mindenkinek azt kívánjuk, hogy sokáig egészséges maradjon, és csak a legvégső esetbe kelljen hozzánk, vagy bárki máshoz segítségért fordulnia. A legkilátástalanabb helyzetben lévő embereknek is kell, hogy visszakapjanak valamennyit méltóságukból. A visszakapaszkodás rendkívül nehéz, ezért fontos a jól szervezett intézményi háttér. A hajléktalan személyek átmeneti szállásán büszke vagyok rá, hogy
több helyen jártam már, a mi hajléktalan szállónk minden túlzás nélkül mondhatom, hogy kultúrát, körülményeket biztosít az ellátottaknak. Nekünk ők ugyanolyan fontosak, mint bármelyik embertársunk, és bátran jöhetnek hozzánk is segítségért. Többségük dolgozik, aki már nem dolgozik, az vagy egészségkárosodás miatt járulékban részesül, vagy a nyugdíjazására vár. Mi ad erőt, kitartást és lelkesedést azoknak, akik főállásban segítenek embertársainknak? Én arra vagyok a legbüszkébb, 20 éve dolgozom az intézménynél, és mindig folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, mindig igyekeztünk újabb és újabb dolgokat. Az egyik mottónk, hogy nem a tökéletesre kell törekedni, hanem a jóra. A csapatunkra is büszke vagyok minden egyes intézményünkben, 100%-os a szakképzettségi arány, folyamatosan vesznek részt továbbképzésen a munkatársaink. Kicsi az elvándorlás a mi intézményünkből. Természetesen tőlünk is mentek el, mennek el, de ugye a más irányú fejlődés vezérli őket, de szinte minden egységünkben az eredeti kollektíva van. Egy-két fő cserélődött csak az évek során. Hát ennek az itt, hogy jó a munkahelyünk, az én elődöm is nagyon jó főnök volt, és sokat tanultam tőle, illetve a munkatársaktól, akik annyira jó ötleteket tudnak behozni, ugye pontosan ezért fontos a továbbképzés a munkatársaknak, és mindenki egyenrangú, mindenki egyforma itt bent. Ajka város szociális feladatainak irányítását a Szociális és Igazgatási Iroda látja el, de ide tartozik az önkormányzat által biztosított természetbeni és pénzbeni ellátások megállapítása és az önkormányzat szociális és gyermekjóléti intézményeinek koordinálása, szakmai munkájának segítése is. Az önkormányzatnak 2015 óta saját forrásaiból kell a szociális ellátásokat biztosítani, ezek fedezetét előteremteni. Ajka város önkormányzata nagyon kevés normatívát kap az állami költségvetésből, ami az intézmények ellátását sem biztosítja, a természetbeni és pénzbeni ellátásokat pedig teljes egészében a saját költségvetéséből kell előteremtenie és megoldania. Ez egyre nehezebb, hiszen egyre nagyobb szükség van a szociális ellátásokra. A pályázataink sajnos a szociális területen sem nyertek az utóbbi időben, így nehéz ezeket a feltételeket a korábban megszokott színvonalon biztosítani. Határozott elképzelése van a jelenlegi városvezetésnek a szociális terület fejlesztésére, hiszen nap mint nap tapasztaljuk a megnövekedett igényeket. Egyrészt a bölcsöde iránt, ami napi szükséglet lenne, hogy magasabb férőhelyel tudjon működni, másrészt az idősek ellátásában, akár a gondozóház, akár az idősek otthonát is említhetnénk, vagy akár az emelt szintű idősek otthonára is igény mutatkozik, hiszen egyre több időst ápolnak a kórházba, akinek a hosszú távú elhelyezéséről a családnak gondoskodnia kellene ahhoz, hogy ők munkát tudjanak mellette vállalni. Az önkormányzat elkötelezett mindkét intézmény tekintetében a jelentős fejlesztése, tehát új idősek otthona és bölcsöde kialakítása is terve van. Ezen felül ugyanide sorolhatjuk még a jelenlegi Fecskeház mintájára működő új ház, apartmanház kialakítását, ami pedig a fiatalok letelepedését fogja segíteni Ajkán. A kisgyermekek ellátásától a családok védelmén, a fogyatékkal élők segítésén és foglalkoztatásán át, az idősek gondozásáig szakmailag magasan képzett, elhivatott, empatikus szakemberekre van szükség, akik az emberek mindennapjait jobbá, élhetőbbé teszik. Minden évben egy napon rájuk irányul a figyelem, hogy valamit visszakapjanak az általuk adott szeretetből és odafigyelésből. Thank you.
Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket. November 23-án 15 órakor diabétesz világnap lesz a kaszinóban. November 27-én Kreatív Kuckó címmel tartanak foglalkozást a nyugdíjasoknak a VMK József Attila utcai épületében reggel 9 órakor. Csípős hidegek jönnek, már is jövünk az időjárási részletekkel. Szombaton folytatódik a napos idő. Az északkeleti szél többfelé megélénkülhet. Többfelé lesz fagyos a reggel, délután pedig 7 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap országszerte csípős lesz a reggel. Napközben főleg fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Gyenge nyugati, északnyugati szél várható. Délután 5-8 fok valószínű. Az esti órákban észak felől egy hidegfront érkezik, csapadék várható. A hegyekben havas eső, hózápor, kisebb havazás is kialakulhat. Kedves nézőink, ez volt az Ajkai Tükör pénteken. Üzenni az Ajka TV Facebook oldalán tudnak szerkesztőségünknek. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok önöknek, viszontlátásra!